Körülbelül 10 éve egyszerűen szerettem volna magamnak egy kenut építeni, amikor nagy nehezen elkezdtem, akkor erről írtam egy blogot, és a blogomat elég sokan követték, ez lett az amatőr hajóépítők közössége. Rengeteg projektleírással, technológiai ismertetővel, egy hihetetlenül aktív, több száz tagú fórummal, egy igazán jó kis online közösség alakult ki, ami most már néhány éve nem csak online, hanem valóságban is találkozik, szervezünk közös hajózásokat, vizitúrákat, sőt, évente egyszer van egy hivatalos amatőr hajóépítő találkozó is. Éppen most legutóbb egy kis evezőt farigcsáltam, amit maradék fákból raktam össze. Van egy ilyen kis dobozom, ide gyűjtöm a különböző maradék fákat. Van benne egy csík dió, egy kis cseresznye, itt oldalt, ha jól emlékszem, ez birsalma. A végén van hársfa, tehát mindenféle maradékból összeraktam, de egész jó kis evező lett belőle. Az egész koncepció lényege az, hogy nagyon egyszerű szerszámokkal, minimális szaktudással, nagyon egyszerű módszerek mentén lehet igazán jó működő, szép, mutatós és jó teljesítményű hajókat építeni. Mondjuk az egyik alaptípus, az Eureka Canoe körülbelül olyan 45-50 ezer forint anyagárból megvan, és nagyjából 60 óra alatt meg lehet építeni. Nyilván, hogy való, hogy ez a költség fölmehet akár a csillagoségig is, mert hajót lehet vízhatlan mahagóni réteget lemezből is építeni, aminek táblája 80 ezer forint. Amikor megszereztem ezt a kibotot egy csónakházból, akkor nagyon rossz állapotban volt, a közepe teljesen szét volt korhadva, nem nagyon lehetett felújítani, viszont a hajó két vége még megfelelő állapotban volt, ezért úgy döntöttem, hogy ketté vágom, kivágtam a közepét és összeragasztottam a hajó két végét, és egy egész jó egy vagy két személyes párevezős, vagy pedig egyevezős hajó lett belőle. Olyanról is hallottam, hogy egy pici lakótelepi lakásban az egész konyhát elfoglalta a kenu, ami két hónapig épült, és addig a családtagok a hajó alatt húzva közelítették meg a mosogatót, meg a tűzhelyet. Úgy tudom, hogy a hajó tárolását nem tudta megoldani, úgyhogy kénytelen volt a hajót kilógatni az ablakon, tehát a lakótelepi lakás ablakán lógott egy hajó. Gyakran járunk kisebb-nagyobb csapatokban evezni, vitorlázni. Tavaly előtt voltunk egyszer a Velencei tavon, és éppen akkor volt egy verseny. Nem egyszer kaptunk beszólásokat is, például, hogy úszókonyha kredenc, meg hogy néz már ki ez a hajó, meg mi ez. Röhögtek rajtunk, meg csúfolódtak, de aztán amikor jött egy jó kis pöf, és hát elég jól lehagytuk őket, akkor azért már csodálkoztak. Az elmúlt években nem egyszer volt, hogy különböző profitorientált kezdeményezésekkel megkerestek, ezeket hát nagyon illedelmesen és finoman, de elhajtottam, mert ennek nem ez a célja, mi nem profitot akarunk csinálni, hanem közösséget építeni.